Fókuszban a szabadságharc. 14. alkalommal szervezte meg szakmai napját a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltár. Az idei konferenciát a Rákóczi szabadságharc tiszteletére rendezték. A résztvevők előadást hallhattak egyebek mellett Szolnok várairól, a szatmári béke jászkunsági aláírójáról és a Rákóczi kor fegyvereiről. A levéltári nap célja elsősorban a tudományos ismeretterjesztés. A szatmári béke aláírásának 300. évfordulója okán az idei sorrendben 14. levéltári nap témája a Rákóczi szabadságharc volt. A rendezvényt Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke nyitotta meg, aki beszédében a konferenciát szervező megyei levéltár munkáját méltatta. Bevonta a nézőközönséget, a város, a megye lakosságát a levéltár életébe, és ami a legfontosabb, bevonta a fiatalokat is. Hiszen megmutatta azt, hogy milyen értékeket tud őrizni egy ilyen levéltár. A levéltári napra neves előadókat hívtak, akik a Rákóczi szabadságharcról és a fejedelemről hallhattak előadásokat. A rákóczi falvi hagyományőrzők öltözetükkel, míg Tíle Ádám, a konferencia egyik előadója, korhű fegyverekkel idézte meg Rákóczi korát. Ezt az 1700-es években vadászatra, illetve sport célokra használták. A hozzátartozó nyilvesszők, illetve a számszerű megfeszítésére szolgáló kecskelábat láthatjuk legszélen. Dr. Fülöp Tamás, a megyei levéltár igazgatója elmondta, konferenciájuk célja elsősorban a tudományos ismeretterjesztés, illetve kutatási eredményeik, anyagaik összegzése. Jász-Nagykun-Szolnok megye nem csak településekben, település nevekben őrzi Rákóczi emlékét, gondolhatunk itt Rákóczi falvára, ugye, vagy Rákóczi újfalura, hanem bizony a Jász-Nagykun-Szolnok megyei levéltárban is vannak ilyen dokumentumok, a legbecsesebb kincsei a levéltárunknak. A kincsek megtekinthetők, hisz a levéltár várja a levéltárban őrzött iratok, valamint az intézményben zajló munka iránt érdeklődő csoportos és egyéni látogatókat.